Máriapócson jelenleg a zarándokházat bővítik, hogy az ide érkezők kényelmét maximálisan ki tudják szolgálni. Ám az egyház társadalmi szerepvállalása is jelentős a településen. Ennek egyik ékes példája a most átadott Nemzetiségek háza, ahol elsősorban felzárkóztató programokat szerveznek majd. A nyíregyházi egyházmegye 4 helyszínen is nagyon fontos fejlesztéseket iktatott be ebben az évben. Elsősorban a roma kisebbségnek a fölzárkózása érdekében, és ennek az egyik stratégiai pontja éppen a Nemzeti Kegyhely mögött felépült Nemzetiségek háza. Úgy gondolom, hogy helyileg is, a zarándokok szempontjából is, és a környéknek szóló üzenet szempontjából is rendkívül nagy jelentősége van. Máriapócson sok nemzetiség megfordul, a kultúra lehet az, ami majd összeköti őket, mondta ünnepi beszédében a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója Kapin István. Az alap célközönség, hogy a hátrányos helyzetűek, tehát hogy mindenféleképpen a Máriapócson élő kisebbségek, ezen belül is a roma kisebbségnek a segítségét szeretnénk ezzel az épülettel szolgálni. Tehát azt, amit az iskolában érthető okok miatt nem tud megkapni, itt egy folyamatos vagy egy módszeresen szervezett program keretében esetleg meg tudják kapni. Tehát ez egy fontos cél, nem tömegeket, mert szerintem nem is lehet, hanem 5-6-7 fős csoportokban ilyen alapvető életviteli dolgokat, amelyeknek szerintem roppant hálásak lesznek ezek a fiatalok. A kegyképnek állít emléket ez a Máriapócs határában épült Csodák tornya, amit szintén ma adtak át a településen. A közel 24 méter magas fa kilátó 35 millió forint Európai Uniós forrásból valósult meg.